Buszokkal érkeztek migránsok a sídi vasútállomás területére kedd délelőtt. A pályaudvarral szemben található pihenőközpontban várakozókat is az állomás területére vezették. Horvátországban rendszertelenül érkeznek a vonatok. Az elmúlt időszakban olyan nap is volt, hogy egyetlen szerelvény sem érkezett. A menekültek folyamatos áramlását az is nehezíti, hogy egyszerre csak 500 bevándorlót szállítanak tovább. Akiknek a regisztrációs papírjai nem felelnek meg az új előírásoknak, azok nem szállhatnak fel a vonatra. Ahogy az mögöttem is látható, nagyon sokan várakoznak arra, hogy Horvátország beengedje őket. Itt megérkezett a horvát szerelvény, mindenki arra számít, hogy fölkerül majd a vonatra és eljuthat az Európai Unió területére. Ehhez azonban az szükséges, hogy érvényes regisztrációs papírokkal rendelkezzenek. Akit azonban visszadobnak, az kérvényezheti Szerbiától a menekült státuszt, vagy pedig kérvényezheti azt, hogy visszaszállítsák abba az országba, honnan érkezett, vagy Macedóniába. Mindezt a szerb állam költségén. A várakozók között sok a nő és a gyerek. Mozgássérültekből is egyre több van. Aki tolószékkel közlekedik, az családja segíti az úton. Olyan emberrel is találkoztunk, aki művégtagokkal indult el Közel-Keletről. Egy magát szírnek valló férfi azt meséli, hogy a kaotikus helyzet miatt volt kénytelen elhagyni hazáját. Azt állítja, hogy gyógyszerészmérnök. Mint mondja, a damaszkuszi egyetemen végezte a tanulmányait még a 90-es években. Az utolsókig kitartott, de Szíriában annyira elharapóztak az indulatok, hogy kénytelen volt Európába szökni. Családjával indult el. I am from Syria. I lived Syria from 2 weeks ago and arrived from 10 days to Kos Island in Greece and traveling until to reach to here. We always meet refugees from most of them from Syria and Iraq. We passed the Greece border and Macedonia, and we reach here to Serbia. A szerb-horvát határ közelében egyre több rendőr állomásozik. A rendfenntartók azért lettek nagyobb számban kivezényelve, hogy megfékezzék az esetleges zavargásokat és a tüntetések elfajulását.